A Kollektív című alkotása 2015. október 30-ai bukaresti tűzvész eseményeit filmesítette meg. A szórakozó helyen kiütött tűzben 27-en haltak meg, pár hónappal később azonban meghalt még 37 ember, az egészségügyi ellátás, valamint a kórházak korruptsága és csalásai miatt. Az Euronews kulturális szerkesztője még a film világpremiérje előtt találkozott a német-román rendezővel. Azt hiszem, a legnagyobb kihívást az egyensúly megteremtése jelentette. Volt három történeti szám, az újságírók, a túlélők és az áldozatok családjai, valamint az állami rendszer. A film pusztán megfigyel, egy igazi cinema verité. Beles a szerkesztőségi szobák és az egészségügyi minisztérium irodáinak zárt ajtajai mögé, de nagyon közeli, majdnem bensőséges módon kezeli az átlagpolgárokat. A film olyan, mint egy valódi életben zajló igazi krimi, az újságírók, az állam és az emberek között, mondta a rendező. Alexander Nanau végigkövette az eseményeket és az oknyomozó riporterek munkáját. Az összesen 64 ember életet követelő tragédia hatalmas társadalmi felháborodást váltott ki, ami Viktor Pont a kormányának lemondásához vezetett. A filmet beválogatták a legjobb nemzetközi játékfilmnek járó Oscar-díjért folyó küzdelembe, és több európai filmdíjra is jelölték. A legjobb európai dokumentumfilm győztesét december 12-én szombaton este 8 órakor az online ceremónián hirdetik ki.